Az ünnep március 14-én délelőtt 10 órakor a 48-as honvédsírok koszorúzásával kezdődik a temetőkben. A gyülekező a református öreg temető bejáratánál lesz. Este 6-kor indul a diákok hagyományos fáklyás felvonulása, végig a Rákóczi úton a Szabadság térig, ahol a Bemiskola diákjainak műsorát láthatják. A napkísérő rendezvénye lesz a Háromszék táncegyüttes műsora a Kossuth Művelődési Központ színház termében este 7:30-tól. Március 15-én télzenével várják az ünneplőket a Szabadság téren a Ceglédi Fúvószenekar közreműködésével. 10 órakor az ünnepi eseményeket megnyitja Takács László polgármester, majd a Patkós Irma Művészeti Iskola növendékei és a Cegléd táncegyüttes mutatja be műsorát. Ezt követően a nemzeti dalt hallhatják az ünneplők Németh Kristóf színművész tolmácsolásában, és átadják a Gubodi díjat is. A megemlékezés résztvevői koszorút helyeznek el a Kossuth szobornál és a Kossuth erkélynél is. A gyerekeket 10 órától kézműves foglalkozás várja a téren. A kicsik csákot hajtogathatnak, kokárdát készíthetnek, vagy ha kedvük van, karkötőt is vonhatnak.